Háztartásonként 4 gumiabroncsot lehet majd leadni a március 25-től 30-áig lebonyolítandó gyáli hulladékgyűjtésen, míg az elektronikai hulladékgyűjtést március 30-án rendezik meg. A Dobókatica utca 51-es szám alatti telephelyre, illetve a víztorony melletti gyűjtőhelyre érdemes minden nap korán érkezni. A részletekről a szakember tájékoztat. Minden évben megrendezésre kerül tavasszal meg ősszel az elektronikai hulladékgyűjtés, illetve a gumiabroncsoknak a gyűjtése. Most tavasszal ez a gumiabroncs gyűjtés március 25-től 30-áig tart, ez hétfőtől szombatig terjedő időszak, és a lakosság reggel 8 és délután 1 óra között tudja átadni a gumiabroncsokat. Azt kell erről tudni, hogy háztartásonként, címenként 4 darab gumiabroncs adható le, és csak a gyári lakosok tudják átadni, ezt lakcímkártyával igazolni kell. Az elektronikai hulladékgyűjtés ugyanúgy lakcímkártya bemutatásával lehet, de ez csak egy nap kerül megszervezésre, március 30-án szombaton. Mindkét gyűjtésnek a helye a Dobókatica 51 szám alatti telephelyünk, illetve a szombati napon az elektronikai hulladékgyűjtés az a telephelye szembe a víztoronynak a tövében kerül megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalatai milyenek? Élnek ezzel a lehetőséggel a gyári polgárok? Igen, nagyon is élnek, mert általában kevés szokott lenni az a szállító jármű kapacitás, amit ilyenkor megrendelünk. Minden évben egyre többet kérünk, és valamilyen nem fogy el, úgyhogy van rá igény, azt mutatkozik.